Egyrészt azért, mert a krízis mindig valamilyen érzelmileg fontos dolog miatt köszönt be az ember életébe, másrészt azért, mert tényleg mint egy fal az utat állja, és azt a fajta fejlődést, vagy egyáltalán csak tovább élést nem lehet teljesíteni, ha ezzel így nem kezd valamit a krízisben lévő. Megkülönböztethetünk normatív és akcidentális kríziseket. A normatív krízis az, ami megúszhatatlan, ami az élet természetes velejárója, és a normatív krízisek megoldása hozza tulajdonképpen a személyiség fejlődésünket. Talán a legismertebb fejlődés lélektani elmélet, ami kríziseken átképzeli a személyiség fejlődést. Ez Ericssonnak a lépcsőzetes elképzelése arról, hogy egészen a csecsemő korban jellemző bizalom kontra bizalmatlanság kríziséből hogyan jutunk el időskorba addig a feladatig, hogy valahogy integrálni az életet, vagy egy végső kétségbeesésbe taszíthat ez az utolsó életkori krízis. Egy normatív krízis is elég erősen megkötheti az embert. Nem mindenkinek könnyű átlépni mondjuk gyermekkorból, serdülőkorba, ifjúkorból, az alkotó felnőtt korba. Sok esetben ezeknél a lépcsőváltásoknál is szükség van külső segítségre. Ez lehet, hogy a természetes támogató közegből érkezik, aktivizálja magát a család, megszólíthatók, barátok, de az is jellemző, hogy olyan kétségek, olyan dilemmák merülnek föl, ahol érdemes szakember segítségét kérni. Ez még inkább jellemző a váratlan külső események által provokált akcidentális kríziseknél. Ezek azok a helyzetek, amikre valahogy nem számítunk. Persze nincs élet, vagy nem tudok elképzelni úgy hosszabb éveket, hogy senkit ne érje semmi ilyen váratlan külső krízis provokáló esemény, de valahogy ezek is benne vannak a pakliba, de hogy mégsem tekinthetjük ezeket úgy, mint a fejlődés szükségszerű és minden embert általánosan érintő velejárói. Ilyenek a halálesetek, a természeti katasztrófák, az egzisztenciát súlyosan érintő munkahelyi változások, egy válás vagy egy hosszabb párkapcsolat megszakadása, és hát, hogy más nem mondjak, ilyen tud lenni, vagy egy akcidentális kríziseket tud provokálni egy járványhelyzet is, vagy járványügyi intézkedések is. Úgyhogy pillanatnyilag elég sok olyan helyzet van, ahol a normatív krízisekre, esetleg egy normatív életkori ilyen lépcsőváltásra rájön ez az akcidentális krízis, tehát lehet, hogy ti is a saját praxisotokban, munkakörötökben többet fogtok olyan helyzetekkel találkozni, ami krízis helyzetnek tekinthető. És akkor erre egy kicsit rá is kérdeznénk, hogy vagytok ti most a munkátokban a krízisekkel. Tamás, kérném a segítségedet. Tudunk-e megnézni egy ilyen kérdést? Munkád során milyen gyakran foglalkozol akut krízisben lévőkkel? Ez úgy általában is jellemző, mert olyan a munkaköröd, vagy nem erre esküdtél fel, de gyakran előfordul, hogy krízisbe kerültek, kerestek meg, vagy ez eddig nem volt jellemző, de most ebben az egészségügyi vészhelyzetben gyakoribbá vált. Köszönöm szépen a érkező válaszokat. Kevesen vagytok, akik egyáltalán nem dolgoztok krízis helyzetben lévőkkel, de hogy az is hasonlóan kicsi szám, akiknek ez így úgymond a fő profiljuk,
Úgy tűnik, hogy a többségeteknél ez olyan helyzet, ami úgy beesik, amire nehezebb úgy készülni, hogy tudható, hogy azért vagyok itt, hogy a krízisben lévők találjanak meg, de hogy találkozhattok krízisben lévőkkel. Mitől is lesz egy helyzet, krízis helyzet? Egyrészt, hogy nem számítunk rá. Másrészt, hogy érzelmileg fontos, valahogy mélyre megy, így szoktam én ezt fogalmazni, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni. Hozzá egy tehetetlenség, egy kudarc, egy vesztesség érzetet, és negatív érzelmeket generál, félelmet, szorongást, fájdalmat, és mind ez összeadódik egy olyan jó kis, hát ilyen összecsomózódott kupacá, ahol a megszokott megküzdési mechanizmusok csődöt mondanak, nem elégségesek, vagy nem hozzáférhetőek, és valami más kell, valami új erőforrás kell ahhoz, hogy megoldható legyen ez a krízis. Közben nem kicsinyíteni akartam, csak lépni egyet. Hogyan hat ez a krízisben lévő emberre? Hát talán ez, amit így mindenki hallott, vagy ezt így szoktuk mondani, hogy aki krízisben van, az beszűkült. Igen, ez nagyon jellemző, de hogy ez a beszűkülés is lehet többféle. Van, aki az erdőt nem látja a fától, és van, aki a fát nem látja az erdőtől. Az is jellemző, hogy a krízisben lévő ember elvész valami apró részletbe, és az ember nem is érti, hogy amikor veszélyben a házassága, veszélyben az egzisztenciája, veszélyben a lakhatása, stb., akkor ő miért azon aggódik, hogy nem tudom én, mi lesz az aranyhalával, bár több házi állat felelős gazdájaként abszolút tudok empatizálni az aranyhalály elhelyezésének a nehézségeivel, de hogy valahogy értjük, hogy ez nem egy normál működés, hanem már a beszűkülésnek a tünete. Az is jellemző, hogy egyre nehezebb az önuralom, az ilyen homloklebenyi gátlások átválthatnak egy csökkent működésre. Lehet, hogy ez a negatív érzelmi spirál, ez önagresszió, batorkollik, de az is lehet, hogy kifelé lesz egyre impulzívabb, vagy kifejezetten agresszív a krízisben lévő. Mindenki adjon békén, szúrok, amilyen irányba csak tudok, mert nem tudom kontrollálni a negatív érzelmi reakcióimat, és minél több negatív dolgot próbálok valahova kifelé projektálni, mert még ez mindig jobb, még mindig adaptívabb, mint hogyha ha egy önagresszió, vagy akár egy szuicidutat választok. Ebből következik, hogy hát nem a magas teljesítményéről híres az, aki krízisben van. Átmenetileg lehet akár mondjuk egy munkahelyi teljesítmény növekedés, mert akkor van még valami épp rész, mondjuk a munkám, és arra koncentrálok, vagy elkezdek kenyeret sütni, reggelire, ebédre, vacsorára már kenyérsütés még megy, de hogy ez is csak egy átmeneti idő, ez is tulajdonképpen már annak a kapaszkodásnak a jele, hogy a többi sziget az süllyed, veszélyben van, és keresi az ember az épp részeket. Megváltoznak a személyközi kapcsolatok is, nehéz őszintén másra figyelni, nehéz önzetlenül segíteni, vagy nehéz egyáltalán csak figyelmet, gondoskodást adni, amikor a saját talpam alatt remeg a föld. És tényleg van ebben egy ilyen földrengés jellegű, hogy minden, ami eddig biztos volt, bizonytalanná válik, nem látunk jövőt,
nem látjuk azt, hogy egyáltalán mi az, amiben lehet bízni, mi az, ami biztos. Ez például ebben a pillanatnyi járványügyi helyzetben nagyon sokan megélik, hogy még március közepén legalább az biztos volt, hogy amit júniusra tervezek, az meg lesz. Aztán olvas az ember mindenféle prognózist, meg nézegeti a függvényeket, és már a június se biztos, már az augusztus se biztos. Egyre több olyan dolog, amire azt gondoltuk, hogy na, ha törik, ha szakad, idén a gyerek leérettségizik, hát vagy nem, vagy máshogy. Tehát, hogy minden bizonytalanná válik, és egyre kevesebb a biztos kapaszkodó. Nagyon sok az információ, de nehéz ezeket az információkat valahogy rendszerbe látni, és adaptívan használni. És hát mindezekből a jellemzőkből kicsit következik az, hogy mire van szükség ilyenkor, hogy mit is jelent az, amikor azt mondjuk, hogy ebben a helyzetben krízis intervencióra van szükség. A krízis intervenciónak alapvetően az első célja az, hogy ezt a beszűkült és a fogockodókat elvesztett személy kicsit oldja. Valahogy legyen arra tér, idő, figyelem, kapcsolat, ahol bejöhetnek más szempontok, bejöhetnek információ, sokszor már önmagában a párbeszédbe kerülés, hogy reflektálnak rám, és önreflexióra késztetnek, hogy kérdéseket kapok, amikre meg kell erőltetnem magam, és válaszolnom kell, hogy már ez oldja a krízisre jellemző beszűkülést. Nagyon fontos ilyenkor a háttértényezők feltérképezése, környezeti erőforrásoknak. Volt-e már hasonló helyzetben, ott mi segített, ki van önkörül, vagy ki van körülötted, kire tudsz támaszkodni, keresni hasonló helyzeteket. Lehet, hogy ilyen helyzet nem volt még, lehet, hogy ez az első válás, az első terhesség, az első mélygyász, az első akármi, az első koronavírus, de hogy lehet, hogy vannak ennek a helyzetnek olyan aspektusai, amikben lehet párhuzamot találni, és akkor van valami belső erőforrás, ami egyszer már segített. Azért is nagyon fontos a krízis intervenció, és az, hogy egy krízisben lévő ember ne maradjon egyedül, mert ezen múlik, igen nagy részt ezen múlik, hogy mennyire lesz ez a fordulat, egy sikeres fordulat, mennyire lesz a krízis hetei, vagy egy-két hónap eltelte után egy sikertörténet, vagy mennyire lesz egy veszélyes lejtő kezdete. Ha ilyenkor megkapja a krízisben lévő azt a támogatást és azt a elfogadást, ami kell ahhoz, hogy nyisson a külvilág felé, hogy fogadjon el segítséget, hogy egyrészt tegyen magáért, a saját biztonságáért, másrészt el tudja fogadni, ha más tud tenni a saját biztonságáért. Ahogy megélheti azt, hogy megérthető. Na, mély krízisben, olyan krízisben, ami tényleg a személyiség több szeletét egyszerre rengeti meg, szoktunk olyat hallani, hogy attól félek, hogy megőrülök. És ez egyrészt sajnos akár egy valós kimenetel is lehet, tehát hogy lehet egy örvény, pszichózishoz vezető örvény, de gyakran megmarad ennek, ez csak egy félelem szintjén, de hogy ez egy nagyon bénító és nagyon szorongató félelem, amit már az is old, hogyha van egy tükör, van valaki, aki validálja az én érzelmeimet, jelzi, ha valami túlzó, de jelzi azt is, hogyha
teljesen természetes, hogy ez a gyásznak mondjuk, vagy a veszteség feldolgozásának egy szakasza, és ezzel más is így van, és túl lehet ezen lendülni. A krízisintervenció az egy végtelen türelmet kívánó módszer, általában segítő beszélgetés is az, de itt különösen fontos az, hogy tudjunk ráhangolódni a krízisben lévőnek, és ne egy erőszaktevés legyen a beszűkülés tágítása, hanem valóban legyen ebbe egy egymásra hangolódás és egy óvatosság, mert hogy kell tágítgatni ezt a beszűkülést, és kell segíteni fókuszt találni, mondjuk az aranyhal helyett a holnapi nap megélését, vagy a hol lesz fedél a feje fölött, vagy mi lesz a gyerekeivel, ez gyakran nem megy egyedül egy krízisben lévőknek. Ugyanígy kell, hogy legyen jelzése a realitásnak, hogy hiába van ez az érzés, hogy semmi sem biztos, azért vannak dolgok, amik a legmélyebb krízisben is biztosak, legalábbis segítőként akkor tudok jól segíteni, ha ez a tudás, vagy ez a bizodalom még bennem megvan. Ha azt érzem, hogy hú, még egy ember jön ilyen helyzetben, akkor már én se fogom tudni, hogy fiú vagyok-e, vagy lány, vagy egyáltalán gömbölyű-e a föld, akkor ez egy jelzés nekem, hogy nem vagyok most olyan lelki állapotban, hogy krízisben lévőkkel tudjak foglalkozni. A krízis az egy esély is, esély arra, hogy utána egy fejlettebb egyensúlyi állapot jöjjön létre. Valamit tanuljunk, valamit alkossunk, és ha visszatekintünk a krízisre, akkor ez legyen egy olyan sikerélmény, ami a továbbiakban is lendületet ad. Itt a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány elmúlt 3 hetében újra meg újra megélhetünk ilyen kis kreatív kríziseket, mert hogy a járványügyi intézkedések szűkítenek lehetőségeket, meg egyáltalán így ebben az egészségügyi vészhelyzetben a felelős magatartás szűkít lehetőségeket, de megnyit új lehetőségeket, vagy hozzásegít új kapcsolatokhoz, megnyit új platformokat. Én szerintem 2 héttel ezelőtt tudtam arról először, hogy van olyan, hogy Zoom, és bár még elég kis bénán, de hogy használom, és gazdagítja a krízis után is azt a repertoárt, ahogy tudunk szakembereknek, vagy akár a gyerekeknek segíteni. Hát ez az, amikor minden jól megy, amikor tényleg a krízis az egy fejlődési lehetőség, de van, amikor nem ez történik, hanem a krízis gyakorlatilag állandósul, és kialakul egy személyiségzavar, egy krízisből krízisbe élő személy, akinek egy idő után már nincs is olyan viselkedésmódja, ami nem a krízisekre jellemző, mert hogy valahogy az állandósult, vagy olyan módon talál egy új egyensúlyt, hogy az nem egy emelkedés, hanem egy diszfunkció beépülése. Valamilyen szorongás, depresszió, szenvedélybetegség, valami olyan mankó kell tartósan, ami nem tekinthető egy magasabb egyensúlyi állapotnak, de mégis valami fajta diszfunkcionális, vagy akár patológiás egyensúly, ami lehetővé teszi azt, hogy az élet menjen tovább. Szerintem most is sok pszichológus, talán pszichoterapeuta is van a monitorok túloldalán, hát ilyen helyzetekkel gyakran lehet találkozni, és hogy ezeknél valószínű, hogy már nem a krízisintervenció a megfelelő lépés, hanem egy hosszabb terápiás folyamat, ami ezen tud így utólag változtatni.
És akkor egy kicsit fókuszáljunk a kék vonal tapasztalataira. Nagyon sokféle krízis helyzettel találkozunk. Én most két helyzetet fogok kiemelni a következő percekben. Az egyik az, amikor bántalmazásról számol be a hívó, a másik egyértelmű krízis helyzet, amikor öngyilkossági magatartással találkozunk. Minden krízis helyzetre egyaránt jellemző az, hogy prioritást élvez a fizikai biztonság megteremtése, és hogy a telefonos vagy az online felület csak egy előszoba, csak idézőjelben csak, egy nagyon fontos előszoba funkcióját töltheti be. Egy első krízis intervencióra szolgálhat, ami akkor sikeres, hogyha születik egy terv arra, hogy és akkor innen hogyan tovább. És akkor egy kicsit speciálisan a bántalmazással kapcsolatos esetekben. Az a tapasztalatunk, de hát szerintem ez alapvetően teljesen érthető, hogyha valaki bántalmazás miatt kér segítséget, akkor különösen fontos sok időt és energiát szánni a bizalom megteremtésére, hiszen egy hatalmas bizalmi sérülésből, csalódásból telefonál. Van, hogy a bizalomvesztés az úgy a világhoz szól, vagy az univerzumhoz, mert a bántalmazás elkövetője egy idegen, meg az egész helyzet olyan derültékből villámcsapás, de sokkal gyakoribb az, hogy a közvetlen környezete miatt szorul valaki segítségre. Hogy családon belüli erőszak, párkapcsolaton belüli erőszak, szülőktől elszenvedett érzelmi, verbális, vagy fizikai bántalmazás, vagy szexuális abúzus, vagy abban a kortárs közösségben, ahova nap mint nap be kell mennie, ahol nap mint nap teljesíteni kell, hogy ott van erőszak, és innen indulva, hát a segítőnek kicsit többet kell pedálozni azért, hogy kialakuljon a bizalom, hogy legyen tényleg egy ilyen tiszta lap. Csalódtam pedagógusokban, csalódtam szülőkben, csalódtam a szerelmembe, a anyámba, apámba, és most egy vadidegennek szavazzak bizalmat. Talán értjük, hogy itt ezt nem érdemes így magunkra venni, vagy ezen megsértődni, hanem alapnak kell venni, hogy igen, egy áldozatnál több idő és energia lesz a bizalom megteremtése. És a bizalom megteremtésének egy nagyon jó eszköze, illetve az egész segítő folyamatban egy nagyon jó eszköz az érzelmi támogatás, amiről már nagyon sokat beszéltünk, nem ismételném a tegnap előtti előadást, csak éppen, hogy ide idézném, hogy itt nem a gyors megnyugtatás, vagy a gyors vigasznyújtás a valódi támogatás, hanem éppen a negatív érzelmek hordozása, elviselése és az ezeknek való téradás. Fontos a feltérképezés, nagyon fontos, hogy ebben a feltérképezésben olyan kérdéseink legyenek, amik engedik a saját narratíváját elmondani az áldozatnak, de hogy közben rákérdezzünk azokra a pontos információkra is akár, amik meghatározzák azt, hogy mi is itt az adekvát segítség, hogy most rendőrség kell most, vagy egy ideglenes hatályú elhelyezés, valaki veszélyben van, vagy ez egy krónikus történet, ami így volt már tavaly is, és senkinek az élete nem azon fog múlni, hogy most kap segítséget, vagy majd a következő munkanak. Egyáltalán mi az, ami elfogadható a megkeresőnek, mint lépés. Lehet, hogy neked már van egy konkrét terved, csak mondjuk ő nem akar elválni, vagy csak ő nem akar otthonról elköltözni, vagy csak ő szerelmes, vagy,
vagy ő még nem tart ott, hogy magát áldozatnak tekintse, és akkor hiába van neked egy terved. Ezért nagyon fontos, hogy még a krízis helyzetekben is átszője a beszélgetést a non-direktív attitűd, ami egy követő attitűd, arra megyek, és abban a tempóban, ami a megkeresőnek belefér, amiben tud partner lenni. Az erkölcsi állásfoglalások, talán erről is volt már szó, de hát bántalmazással kapcsolatos esetekben különösen fontos kimondani, hogy senkinek nincs joga bántani téged. Senkinek nincs a testedhez úgy érni, ami neked kellemetlen, vagy amire te nem adtál beleegyezést. Fontos kimondani, hogyha amit hallasz, vagy amiről olvasol, az bűncselekmény, aminek vannak jogi konzekvenciái. Nem a te felelősséged, különösen egy nagykorúval vagy kapcsolatban eldönteni, hogy legyenek-e ilyen feljelentés és egyéb jogi lépések, de az a tájékoztatás, hogy erre van lehetőség, ehhez van jogod, az abszolút a segítő felelőssége. Nagyon fontos, különösen, hogyha az online vagy a telefonos térre gondolunk, hogy ne érjen véget úgy egy beszélgetés, hogy ne adtunk volna időt az erőforrások feltérképezésére. Egyrészt a belső erőforrások, amikről már beszéltem így korábbi megoldott krízisek, korábbi megoldások felelevenítése, idehozása, illetve hogy keressünk személyeket. Sokszor ez onnan indul, hogy senki nincs, mindenki hülye, mindenki ellenem van, meg amúgy is egy nem tudom, jeges tengeren úszó jégtáblán vagyok egyedül. Nagyon gyakran ez a krízisben lévőnek a megélése, és hogy ez megint türelem kell, és sok jól irányzott kérdés, hogy ezt egy kicsit felbontsuk, mert lehet, hogy azért mégis van egy nagyszülő, egy barát családja, akikben most is lehet bízni, illetve vannak szakemberek, vannak intézmények, és lehet, hogy egy olyan klienssel, vagy egy konzultációba, akinek még sosem volt szüksége arra, hogy mondjuk bemenjen egy hivatalba, és alamizsmáért kunyörögjön, most direkt fogalmazok így, és akkor segíteni kell ezeknek a magas küszöböknek az átlépésébe, ezeknek az átkeretezésébe, egy olyan narratíva találásába, ami megkönnyíti a segítségkérést. De az is lehet, hogy már egy csomó ilyen körön túl van a megkereső, hogy már itt is voltak rossz élmények, vagy itt is voltak csalódások szakemberekkel kapcsolatban, akkor kicsit vissza kell ugrani az első pontra, és dolgozni a bizalom megteremtésén, a ti személyes kapcsolatotokban is, meg úgy általában a segítők felé. És hát vannak olyan helyzetek is, ahol nem nagyon van tér meg idő egy hosszú távú tervet fabrikálni, hanem arról tudunk beszélni, hogy akkor most kihív rendőrt, kitesz jelzést, tudja hívni a 107-et, vagy megad egy címet, és hívjam én. Tehát vannak annyira egyértelműen életveszélyes helyzetek, ahol ilyen értelemben felgyorsulnak az események. Bár itt sem gondolom, hogy véget ér, vagy jó esetben véget ér a kapcsolat, ilyenkor különösen fontos arra biztatni, hogy bármi is történik, telefonáljon vissza, vagy írjon újra, vagy keressen fel újra, de hogy az akut helyzetben biztos, hogy nem egy távoli segítő fog megoldást nyújtani. És ez nagyon fontos öngyilkossági krízisben is, és még a öngyilkossági krízisekről beszélnék pár mondatot, ahol a legfontosabb feladata a segítőnek, meg amit mi így mindig kérünk a lelki segélyszolgálat ügyelőitől is, külön választani a szándékot, a tettet, vagy a tettre való készülést,
és az öngyilkossági késztetések mögött lévő negatív érzéseket, mert az előbbieket el lehet fogadni, lehet támogatni, lehet rá teret adni, viszont azt, hogy az öngyilkosság, mint megoldás, ezt nem tudjuk elfogadni, mi abban tudunk partnerek lenni, hogy valódi megoldásokat keressünk. És ehhez kell, hogy előbb megélje a segítségkérő az elfogadást, hogy meghalljuk, hogy ő mennyire tanácstalan, kétségbeesett, dühös, szomorú, hogy ezekre kapjon visszajelzést, kapjon egy megtartó, odaforduló attitűdöt. De ott legyen az is, hogy aggódunk, hogy ez nagyon súlyos, amit mondott, nagyon ijesztő azt hallani, hogy az öngyilkosságra készül, vagy hogy már az is megfordult a fejébe, hogy jobb lenne nem élni. Fontos, hogy meghalljuk ezeket a hasonlatokat, metaforákat, utalásokat is. Nem biztos, hogy az hangzik el, hogy nem tudom, ha elköszönünk, beveszek egy marék gyógyszert, és öngyilkos leszek, pont. De hogy vannak olyan jelzések, olyan metaforák, az örökre elaludni, elmenni, és soha többé nem jönni vissza, mindennek véget vetni, örökre elbúcsúzni, ami egy kicsit, most értsétek jól, nem gondolom, hogy ez egy tudatos játszma, de mégis van ebbe valami fajta teszt. Hogy meghallod-e? Megmered-e hallani? Reagálsz-e rá? Elfogadod-e, hogy én most így vagyok? Ezekkel a gondolatokkal jöttem ide. És fontos, hogy erre ne egy ilyen moralizáló szinten reagáljunk, hogy ne a bűntudat és a másik ilyen érzelmi befolyásolása legyen az eszközünk, hanem valódi megoldásokat keressünk, kérdezzük a megkeresőt, hogy ő mire vágyik. Lehet, hogy valami nagyon elrugaszkodottat és nagyon távoli célt tud csak megjelölni, hogy most arra vágynék, hogy... De akkor már van egy távoli jövőkép, és fel lehet bontani nagyon kicsi egységekre, hogy most pillanatnyilag mitől lenne neked egy kicsit könnyebb, és mit tudok tenni én ezért. Keveset, viszonylag keveset. Tehát sokszor olyan sokszor mire valaki eljut egy szuicid krízis legaljára, addigra ezek a bizonyos szigetek, vagy a személyiség tortájának, szereptortájának a szeletei, hát már mind romokban van. És akkor az, hogy velem beszélgethet egy 30-40 percet, vagy akár szerződhetünk valami fajta folyamatra, hogy nagyon kevésnek tűnik. De hogy ennyi van, és hogy ebben a keretrendszerben kinek, aki, szóval, hogy mindenki most gondoljon a saját munkakörére, meg a saját lehetőségeire, hogy a szuicid krízis sem boríthat mindent. Amikor a leendő ügyelők képzése zajlik, akkor nagyon ijesztő az, hogy igen, egy szuicid krízisben lévővel való beszélgetés végén is ki kell lépni a csetszobából, vagy le kell tenni a telefont, és lehet, hogy úgy fogod ezt megtenni, hogy a krízisben lévő nem lett sokkal jobban, vagy nem jutottatok egy olyan biztos megoldásra. De hogyha ezt nem lehetett egy órán belül valahova kifuttatni, akkor nem lehet az a megoldás, hogy akkor, nem tudom, tartom a vonalat reggelig. Már csak azért sem, mert hogy a saját mentális védelmed is nagyon fontos, és már csak azért sem, mert hogyha annyira nagy a baj, akkor tényleg a már említett azonnali segítség, a mentő kihívása, vagy egy krízisambulancia lesz a segítség.
És nagyon fontos az, hogyha krízisben lévőkkel foglalkoztok, akár rendszeresen, akár benne van a helyzetben, hogy bármikor befuthat, akkor ezekben a helyzetekben ti sem maradjatok egyedül. És volt egy olyan szándékom, hogy erre egy kicsit rákérdezzük, úgyhogy Tamás, megint kérlek, segíts nekem, van egy második kérdésünk, ami arra vonatkozik, hogy neked most milyen szakmai támogatás elérhető, hogy van egy team, ami most is tud találkozni, akár offline, akár online, vagy alapvetően ahhoz vagy szokva, hogy teamben dolgozol, de most ez, nem tudom, kevésbé elérhető, vagy nem teamben dolgozol, de van valamilyen mentorálás, szupervízió, esetmegbeszélő csoport, ahol rendszeresen tudsz fordulni, vagy pillanatnyilag nincs megoldva, hogy te kihez forduljál. Úgy látom, hogy eléggé szórnak a válaszok, bár az jó, hogy azért a többségetek tud számítani egy tímre. És ha az a kérdés, hogy kire tud számítani, akkor szeretném kihangosítani, hogy a kék vonalra is tudtok számítani. Van egy rövid kis filmünk, ami alapvetően egy elképzelt pedagógushoz szól, de bármilyen más szakember is magáinak érezheti az üzenetet. És akkor Tamás, kérlek, hogy nézzük még meg ezt a kis filmet. Tamás, te hallasz engem? Ó, szuper, lehet, hogy már. A gyermeknek külön története van. Vajon észreveszünk, hogy melyiküké vidám, és melyiküké sötét? Hogy ki milyen terhet cipel magával? Hogy szerető otthonba tér-e haza, vagy egy állandó csatatérre? Hogy milyen hatással van rá a környezete? Hogy szabadon és büszkén, vagy szemlesütve, félelemben éle? Hogy haragot érez-e mások iránt, vagy ami még rosszabb, önmaga ellen fordul-e? És tudjuk-e, hogy néha csak ránk számíthat. Ne hagyj őt egyedül. Hívd a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány segélyvonalát a 116-000 számon. A gyermekek biztonsága a közös felelősségünk. Gondolkozzunk együtt. Hát ez a 116-000 szám, ez várja a ti hívásaitokat is. Persze nem pótol sem szupervíziót, sem esetmegbeszélő csoportot, de hogy arra egy lehetőség, hogyha ott vagy egy nehéz helyzetben, vagy ott vagy egy megterhelő konzultáció után, és nincs kinek leadni ezt a lelki terhet, vagy ha benne vagy egy olyan konfliktusban, egy olyan dilemmában, amit pillanatnyilag nem tudsz kivel megosztani, akkor egy első segítő beszélgetés, az érzelmi támogatás, a fókuszpontok megtalálása, ez megtörténhet a 116-000-án beszélgetve. Én nagyjából ennyit szerettem volna így a krízisről elmondani, és Tamás, várom a kérdéseket. Rögtön egy gyors kérdés. Külföldről hívható ez a szám? Nem. A 116-000 és a 116-111 is egy úgynevezett európai harmonizált hívószám, ami azt jelenti, hogy ilyen uniós ajánlás alapján nagyon sok államban van ez a két hívószám, és így, ha valaki az adott ország belföldi hálózataiból hívja, akkor ott fog csörögni. Tehát Németországban, valamelyik német tartományi városban, mert hogy ott is van ilyen szolgáltatás. Viszont a honlapunk, a chat felületünk, az online levelező rendszerünk az elérhető külföldről is.
Igen, azt hiszem ez válasz volt a következő kérdése is, hogy angolul beszélő gyerekek is telefonálhatnak-e? Szoktak, de nem külföldre, hanem, itt tanuló, itt dolgozó, itt egyetemre járó fiatalok, és meg szoktuk tudni oldani. Nem mondom, hogy 0-24 órában mindig van olyan ügyelő a vonalak mellett, aki segítő beszélgetés lefolytatására alkalmas módon beszél angolul vagy más idegen nyelven, de hogy odáig úgy el szoktunk jutni, hogy megértse a hívónk, a megkeresünk, hogy mikor érdemes újra telefonálni, vagy hogyha tud adni egy elérhetőséget, vagy ha felveszi a kapcsolatot velünk írásban is, akkor tud nálunk is konzultálni, illetve hát nem egyszer sikerült már olyan hosszabb távú segítséget szervezni, ahol megoldott volt az angol nyelvű, akár pszichológiai, akár más jellegű segítség. Oké, szuper, köszönöm. A következő kérdés az lenne még részben hétfőről, hogy karanténhelyzetben a serdülőknek nagyon nehéz megteremteni a privát szférát, hogy el tudjanak vonulni egy ilyen biztonságos beszélgetéshez, hogy valaki rájuk nyitná az ajtót. Igen, hogy ilyen esetben mit tudnak tenni? Például, bocs, még most jött egy olyan kérdés is, hogy el lehet-e valahová küldeni egy gyereket, hogyha neki mégis személyes segítségre lenne szükségre? Hát sajnos tapasztaljuk azt, hogy én is voltam benne olyan csetbeszélgetésben, ami olyan nyugtalanítóan ért véget, és aztán másnap visszajött a megkereső, és elmondta, hogy így nem tudta tovább folytatni, még cseten sem a beszélgetést, mert hogy nem tudott egyedül lenni. Érezzük azt, hogy van egy kis eltolódás most az online felületek felé, több levelet kapunk, már nagyobb igény van a csetszobára, mert azt legalább nem hallják. Igen, hát azért azt gondolom, hogy a gyerekek kreatívak, tehát hallottunk már beszélgetést kutyasétáltatás közben, meg hallottunk már beszélgetést fürdőszobából telefonálva, de hogy van ennek a helyzetnek tényleg egy olyan sajátossága, hogy bizony segítséget kérni is nehezebb, ezt nem szeretném így tagadni, illetve hogy a pszichológiai ellátás is sokszor Skype-on vagy telefonon elérhető, de hogy érdemes bíztatni arra, így főleg talán a 14-éves korosztálynak nem is kell olyan sok bíztatás arra, hogy kipróbáljon egy konzultációs sorozatot Skype-on, vagy használjon online felületeket. Nagyon nagyok a területi meg intézményi különbségek. Nehéz, vagy nem is felelős most így általánosságban mondani arra valamit, hogy mi az a személyes segítség, ami elérhető. Mi a vonalainkon, vagy a honlapunkon azt tudjuk ígérni, hogyha lemond a gyerek az anonimitásáról, vagy legalább annyit elmond, hogy milyen városban keres segítséget, vagy milyen szervezettel volt eddig kapcsolatban, akkor mi utána nézzünk, hogy ott most pillanatnyilag mi a helyzet, mert kórházi osztályokat zárnak be, ambulanciákat állítanak át abszolút online kiszolgálásra, tehát hogy nagyon nehéz bármi olyat mondani, ami minden intézményben megbízhatóan működik, azt lehet mondani, hogy utána nézek. És azért is hangsúlyoztam a rendőrséget, meg a mentőt, nem azért, mert abszolút a drasztikus megoldások híve lennék, hanem azért, mert ez az, ami biztos, tehát, hogy egy tizenéveshez, aki éppen meg akar halni, vagy akinek öngyilkossági késztetései vannak, vagy aki bezabált a nagymama altatóit, ki fog menni a mentő. Az, hogy mikor fogadják őt egy ambulancián, az sokkal bizonytalanabb. Köszi szépen. Nem jött több kérdés, úgyhogy bátorítanék még bárkit, hogy van még egy jó 5 percünk, akinek lenne kérdése. Volt tegnap egy olyan kérés, vagy igény inkább, hogy
konkrét leveleket, vagy chatbeszélgetéseket milyen jó lenne olvasgatni. Én most néhány, az utolsó néhány diába írtam egy-egy konkrét mondatot a segítő részéről, de nagyon fontos, hogy mi nem csak anonimitást, hanem titoktartást is ígérünk a megkeresőinknek, tehát hogy az nem nagyon férne bele, hogy most egy PPT-re meg egy ilyen előadásra, ami aztán felkerül a YouTube-ra, valaki viszont láthassa a saját mondatait, akkor is, ha névtelenül, vagy ha mondjuk egy fél évvel ezelőtt küldte. Úgyhogy erre ezt tudom mondani, illetve volt egy olyan kérdés is ehhez nagyban kapcsolódva, hogy említettem talán hétfőn egy olyasmit, hogy nem ígérünk négy szem közti titoktartást, és hogy ennek a kifejtését kérte valaki. Hát ezt úgy értem, hogy nálunk nagyon fontos ez a csapatban dolgozás. Tehát amikor valaki felhívja a kék vonal segélyvonalát, akkor nem csak ő Borbálával, vagy akárkivel beszélget, hanem a kék vonal egyik ügyelőjével. Persze meg lehet mondani a keresztnevet, ha úgy könnyebb a beszélgetés, de hogy alapvetően ez az attitűd, hogy mi csapatban dolgozunk, te egy csapatot hívtál, és hogy vannak olyan helyzetek, ahol nekem is szükségem lesz arra, hogy a te esetedről közösen gondolkozzunk. És ha holnap visszatelefonálsz, akkor nem velem fogsz beszélni, hanem valaki mással, de az a más fogja tudni, hogy nem tudom, ígértünk neked anya otthoni címet, és hogy így tudunk neked segíteni. Jött-e esetleg más kérdés? Mennyire törekedtek arra, hogy ugyanaz a szakember foglalkozzon egy adott fiatallal, például ugyanaz válaszol az e-mailekre? Hát, igen, ebben azért korlátozottak a lehetőségeink, mert hogy nagyon nagy arányban önkéntesekkel dolgozunk, és az önkéntesek általában egy heti 4-5 óra ügyeletvállalást tudnak ide szánni, ami azt gondolom, hogy nagyon is sok munkacsalád tanulmányok mellett, de hogy ez azt is jelenti, hogy van, hogy annak prioritása van, hogy akkor telefonálj, ha szükséged van rá, vagy ha krízis helyzet van, akkor már holnap telefonálj vissza. Ez fontosabb, mint az, hogy megvárjuk azt, amíg ugyanazzal a szakemberrel, illetve ugyanazzal az ügyelővel tud beszélni. Viszont vannak olyan helyzetek, levelezésben is van olyan, meg telefonon is van olyan, amikor nagyon sok problémás a hívó, vagy nehéz őt megtartani, vagy több levélváltás, több csetbeszélgetés, vagy jó sok telefonbeszélgetés után is ugyanott tartunk, körbeforgóvá válnak a beszélgetések, nem tud más segítséget elfogadni, vagy mi nem tudtunk neki mondjuk ingyenesen elérhető pszichoterápiát leakasztani sehonnan. Ezekben a helyzetekben szoktuk javasolni, hogy legyen egy kapcsolattartója, és akkor valami fajta ilyen folyamat jellegűbb kapcsolat ki tud alakulni. Egy kicsit nagyobb esély van arra, hogy így valahonnan, valahová eljutunk, de azt gondolom, hogy ezek nagyon sokszor így a gyerekvédelem és a gyermekek pszichiátriai vagy pszichés ellátottságának a hiányairól is szól, tehát alapvetően mi egy első segélyszolgálat lennénk, csak nem mindig olyan könnyű megtalálni, hogy az első segély után akkor hol lesz egy folyamatos kísérés. Következő kérdés. Mi segíthet annak eldöntésében, hogy valakinek azonnali segítségre, például a mentő van szüksége, vagy elég lehet érzelmi támasznyújtása? Hát, megkérdezed, és ez a kicsit bugyuta rövid válasz jutott eszembe, de hogy tényleg érdemes megkérdezni, hogy tehát nekünk állati mázlink van, most a kék vonalról beszélek, tehát, hogy akikkel mi kapcsolatba kerülünk, azok
proaktívan segítséget kértek. Tehát, hogy nem, sokkal nehezebb szerintem egy utcai szociális munkásnak, vagy egy ifjúságsegítőnek, vagy egy pedagógusnak, aki lát valamit, és akkor én megyek oda, és kérdezem meg, hogy mizu, aki minket elér, ő az ő fejében már volt valami, hogy miért kér segítséget. Azért kérek segítséget, mert nagyon félek, hogy kárt teszek magamba. Ez mentő. Vagy azért kérek segítséget, mert bevettem egy csomó gyógyszer, de most már bánom. Ez mentő. Azért kérek segítséget, mert mostanában olyan lehangolt vagyok. Akkor beszélgetünk. Aztán lehet, hogy kiderül, hogy mégsem elég csak az érzelmi támogatás, de hogy érdemes megkérdezni, hogy neki mire lenne most szüksége, ő hogy érzi magát, mennyire érzi magát biztonságban, mit tud ő maga tenni azért, hogy egy icike-picikét jobban vagy stabilabban legyen, és hogyha ezekre nem jön meg nyugtató válasz, akkor érdemes az ilyen akut segítő lehetőségeken gondolkozni. Szi. Még egy utolsó rövid kérdés, mert hogy 2 percünk van. A járvány óta tapasztaltok tendenciaszerű változást abban, hogy milyen kérdésekkel, problémákkal fordulnak hozzátok? Nagyon érdekes, hogy így március elején, március első 3 hetében a járvány, meg a koronavírus, mint téma így nagyon előre került. Tehát sok gyerek akar beszélgetni a vírusról, vagy így erről a helyzetről. És alig telt el 3 hét mondjuk az iskola bezárások óta, és hogy megváltozott egy kicsit a helyzet, hogy kevesebb az a beszélgetés, amit önmagában a vírus tematizál, de hogy itt vannak a járványügyi intézkedések, és ezeknek a hatásai. Azt tudom mondani, hogy nagyon hasonló dolgokról beszélgetünk most is. Szorongásokról, rossz lelki állapotról, családon belüli konfliktusokról, kortárs kapcsolatokról, de ennek mind-mind hátteret ad az, hogy most nincs iskola, hogy most anya is otthon van, hogy nem tudok találkozni a barátaimmal, tehát mintha egy ilyen állandó háttérképként beépülne a konzultációkban a járványügyi helyzet. De hogy erről holnap is fogunk, illetve Táler Orsolya fog holnap beszélni, kifejezetten a sertülőket érintő krízis helyzetekről, illetve a jelen kihívásairól. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Én is pont ezt szerettem volna kiemelni, hogy ez holnap lesz részletesebben téma. Most elindítok még egy visszajelző kérdést, mert hogy időnk lejárt. Én nagyon köszönöm az előadónknak ezt a nagyszerű előadást, az izgalmas témát és a sok jó válasz kérdésfeltevést. Remélem látjátok magát a polkfestcsönt. Nem nagyon jönnek a válaszok, úgyhogy megpróbálom újra elindítani. Egy pillanat türelmeteket. Most akkor már látom a fejeken a bólogatást, hogy megérkezett a kérdés. Szuper. Egy kis visszajelzést kérnénk, ez nekünk segít, hogy hogyan hangoljuk a holnapit is még. És továbbra is azt tudom mondani, hogyha bármilyen témában azt gondoljátok, hogy hasznos lenne még webinárt tartanunk, nyugodtan írjatok nekünk, akár az info@childhelp.org-ra, vagy a K-vonal felé is. Igyekszünk jó témákat hozni még felétek. Én köszönöm szépen a mai részvételt, aki szavazott, az nyugodtan. Hagyj el a szobát. Borinád, még egy záró gondolat esetleg? Csupán annyi, hogy köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Szép napot, sziasztok!